Sok a körömére, a hölgyek is folytathatják a kosárlabda bajnokságot. Így ellátogattunk a Dunaharaszti Sasok miklósi kékrókák mérkőzésre a városi sportcsarnokba. A női csapat a budapesti és a Pest megyei bajnokságban is érintett ebben a szezonban, azaz mindent bevetnek, hogy hosszú távú nagyra törő terveikhez megfelelően edzettek legyenek. Mostani összefoglalónkban a fővárosi bajnokság 12. fordulójában lejátszott meccset és az azt követő interjúkat mutatjuk be. A DMTK egy hajszállal lemaradva a Beac Budafok mögött a negyedik helyen tanyázik, azonban 3-4-5 mérkőzéssel kevesebbet játszott az eddig előttük állókhoz képest. A miklósi kékrókák 56%-os mérleggel a 6. helyen várták a küzdelmet, amelyen végül a Sasok levadázták a városba látogató rókalányokat. A hazaiak koncentráltan kezdték a mérkőzést, és a félidőre el is döntötték a partit. 30-13-mal fordultak, így a hátralévő két negyedben visszavették a tempót a sűrű versenynaptár miatt, és végül 60-41-re diadalmaskodtak. A mérkőzés értékelését Haris Róbert vezetőedzőtől hallják. Alapvetően mind támadásban, mind védekezésben jól játszottunk, képességünkhez méltóan. Védekezésben voltak azért hiányosságok, támadásban már úgy, ahogy kezd összeállni a játék, szerencsére egy percig sem hagytunk esélyt ellenfelünknek, végig vezetve tudtunk viszonylag simában nyerni, és ahhoz képest, hogy tegnap is mérkőzésünk volt, tehát dupláztunk, két nap, két mérkőzés, ahhoz képest jól játszottak a lányok, úgyhogy gratulálok nekik, az ellenfélnek is, és az ellenfél sérültjének mielőbb jobbulást kívánunk. A jövőben igyekszünk a hölgyek eredményeit is figyelemmel kísérni és a hazai mérkőzéseikre ellátogatni. De addig is Somkuti Janka segítségével ismerjük meg egy kicsit közelebbről a csapatot és közelmúltját. Dunaharasztin közel 8 éve van női felnőtt csapatunk, és nagyon törekszünk arra, hogy az utánpótlás csapatoknak, a fiatal lányoknak lehetőség legyen minőségi kosárlabda meccsekre esetleg kijárni, vagy a csapatban részt venni az idő előre haladtával, és nagyon szeretnénk majd NB1-B és mezőnyben is elindulni, és kipróbálni magunkat, és megnézni, hogy mire képes itt a Dunaharaszti felnőtt női csapat, és tényleg azt szeretnénk, hogy ez a fiatal generációnak is egy példaértékű dolog lehessen itt Harasztin. Az idei szezonban két bajnokságban indultunk el, az egyik a Budapest bajnokság, a másik pedig a Pest megyei női felnőtt bajnokság. Eddig elég jól állunk a tabellában. A Budapest bajnokságban idén most egy új felállás van, miszerint 3 mérkőzést kell játszanunk minden csapattal. Ez azért egy kicsit megnehezíti a dolgunkat, mert így előre láthatólag minden hétvégén meccsünk van, talán egy olyan hétvégénk lesz, amikor nem lesz mérkőzés. Tegnap is ugye Százszalombattán játszottunk egy meccset, ahol szintén nyertünk, ugyanúgy, mint ma itt Harasztin. És ez azért nagyon-nagyon sokat kivesz a játékosokból, és azért szerintem látszik a játékunkon is, hogy sokkal fáradtabbak vagyunk. Ehhez képest azt gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, és fejben azért ott voltunk, jobban, mint a tegnapi meccsen, de azért mindig van hova fejlődni, és próbálunk az edzéseken erre összpontosítani, hogy minél jobbak legyünk, mint támadásban, mint védekezésben. Azt gondolom, hogy a mostani csapatunk az abszolút alkalmas az NB1-B-re, és nagyon szeretnénk majd kipróbálni magunkat ebben a mezőnyben is. Jó,
aki járt már férfi, női, vagy akár utánpótlás kosármeccsen a sportcsarnokban, majd minden alkalommal találkozhatott riporter alanyunkkal, aki másodmagával nem csak a csapat, hanem az egész szakosztály jövőjét tevékenykedik teljes elszántsággal. Szeretnénk, hogyha itt Harasztin a kosárlabdának minél nagyobb híre lenne, és folyamatosan próbáljuk fenntartani a Facebook és az Insta felületeket is, mivel azt gondoljuk, hogy így a koronavírusnak az idején nagyon fontos, hogy az online felületeken is folyamatosan feltöltsük a jelenlegi eredményeket, és mindig frissen és frissek legyenek az eredmények. És hát egyébként mi asztal személyzetek szoktunk lenni az MB2-es, hát igazából nem csak az MB2-es, hanem az összes hazai mérkőzésen itt vagyunk, és hát ezzel is támogatjuk egyébként a hazai csapatot. Egyébként ugye a Májva Virág Alapítvánnyal is most együttműködésbe kezdtünk, hát az idei szezonnak az elején igen, és terveztünk egy közös meszt is, csak hát most így a koronavírus miatt úgy gondoltuk, hogy ezt majd a következő szezonra átoljuk, amikor azért reméljük, hogy minél többen ki tudnak jönni a hazai meccsekre, és ott azért sokkal nagyobb szerepet fog kapni a mezünknek a jelentése.